Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé. A mostani podcast témánknak mindketten nagyon örülünk, hiszen nekem már egy csomó gyerekkori élményem jött elő, mielőtt itt elkezdtünk beszélgetni. Mostani témánk a mese, méghozzá egy nagyon fontos dátum miatt. Így van, hiszen szeptember 30-án a népmese napja lesz hazánkban, úgyhogy ez számunkra nagyon fontos. Köszöntjük a hallgatókat, ismét a Halis Podcast hallják, én Varga Tünde vagyok. Én pedig Benke Dániel. Ha a mesékről akarunk beszélgetni, akkor azt gondolom kézenfekvő, hogy meg kell kérdeznünk egy óvónőt. Első beszélgető társunk dr. Németné Kovács Edit, a Nagykanizsai Központi Óvoda Intézmény vezetője. Olvasol még mesét óvodai körülmények között gyerekeknek? Van erre időd? Nem, nincs, de lehetőségem van. Néha meghívnak a kollégáim egy egyenes naphoz kapcsolódóan, és akkor nagyon szívesen mondok mesét, nem olvasom. Azt hiszem, hogy a szakmai tapasztalatom már feljogosít arra, hogy fejből meséljek, de mindig van könyv a kezemben. Miért jobb fejből mesélni, mint könyvből? Fontos a szemkontaktus a gyerekekkel. Szeretem látni, hogy miként szippantja be őket a történet. Nem is az a fontos, hogy fejből mesélünk, mert ez az elvárás az óvodapedagógusokkal, hanem miért van könyv a kezünkben. Mi úgy tanultuk, hogy könyv nélkül kell mesélni. Fejből és könyv nélkül. Ezért, amit mondtál, a szemkontaktus miatt, hogy lehessen lereagálni, ha valami olyat lát? Így van. Egy az, hogy a mesehallgatás szokásrendjének a kialakítása, ez nagyon fontos, és ehhez kell, hogy az óvodapedagógus figyelje a gyermekközösséget. Viszont azt látjuk, a könyv klasszikus tisztelete, és hogy milyen értéket rejt a könyv, ez eltűnt. Sokat beszélgetünk erről a kollégáimmal, hogy hogy tudjuk ezt az értékrendet visszacsurgatni, és úgy döntöttünk, hogy bár fejből olvasunk, a kezünkben lesz a mesekönyv. Miben látjátok azt, hogy a könyv tisztelete eltűnt? Nem tudják, mire kell használni. Építenek vele, vagy csak belelapozgatnak, és úgy ledobják. Tehát meg kell tanítani őket arra, hogy ez a kis könyv, amit ő megfog a kezébe, ez nagyon csodálatos történeteket tartalmaz. És ezt kicsi korban elültetjük, akkor azt gondolom, hogy az olvasóvá válás talán egy icipicit hozzá tudunk tenni. Vágyják a mesét? Igen. Nagyon nehéz az élő szóval való mesével megragadni a figyelmüket. Ők egy online világba születtek. Én azt gondolom, hogy meg kell találni az egyensúlyt a tévé, a számítógép és az élő szóban való mese közt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez elbillent, nem az élő szóban való mese felé, a másik irányba. Ezekhez a gyors, impulzív, erős ingerekhez szoktak a gyerekek. A szóbeli mese az egy lassú, kevesebb ingert nyújtó, ezért nehezebb ehhez hozzászoktatni őket. Mit tapasztaltok, hogy a szülők részéről eltűnt az, hogy a gyerekeknek mesét olvasnának? Próbálkoztok valahogy a szülőket abba az irányba terelni, hogy igenis a mese vagy az olvasás, ez egy nagyon fontos dolog? Igen, a szülői szemléletformálás, azt gondolom, hogy minden óvodában feladat, és a kollégái mindent megtesznek ezért. Tehát a gyermek bekerül 3 évesen, és a szülői értekezletek, fogadóórák, vagy a szabad beszélgetések a szülőkkel jó néhányszor ez irányban fordulnak. Még tagovodavezető voltam, egy kutatást végeztünk az óvodámban, hogy mit tud a szülő, hogy a gyermek hányszor néz tévét, és milyen meséket lát, hall, és a gyermekek körében is elvégeztük a kutatást, és azt kell, hogy mondjam, az eredmény az nem találkozott, vagy csak részben. A szülő azt hitte, hogy elegendőt mesél a gyermekének, és kevesebb a médiából érkezett inger, a gyerekek pedig fordítva nyilatkoztak. Azt gondolom, nem probléma, hogy ez így alakult, mert még egyszer mondom, egy online és digitális világba születtek a gyerekek. Pedagógusként nekünk az a feladatunk, ezt az elbillent egyensúlyt helyre rakjuk. Mit gondolsz, hogy ebben az egészben, amiről most beszélgetünk, hol van a helye és a szerepe ma a népmeséknek? Én abszolút a népmese elkötelezettje vagyok. A magyar gyermeknek a magyar népmese az genetikailag kódolt. Tehát az, amit a magyar népmese közvetít nekünk, az semmi mással nem helyettesíthető. Minden népnek megvan a maga mese kultúrája és a mesegyűjteménye, de mi népünk a magyar népmesékhez szocializálódott, vagy ahhez kell, hogy felnőjön. A magyar népmesékben olyan ősi tartalmak vannak, és olyan konfliktus megoldások, és olyan stratégiák, mondhatnám így is, ami évezredek óta gyűlölt, megfogalmazott szájhagyomány útján terjedt, és egyszer csak a miénk lett. És ezek a népmesék nem a gyermekeknek íródtak először, hanem a felnőtteknek, viszont a gyermekek is hallgatták a felnőttekkel együtt. És sokszor halljuk a szülőktől, a magyar népmesékben nagyon sok az erőszakos tartalom, hogy ezt meg kell szűrni, nem kell elmondani. Én a Grimm mesékre hallottam ugyanezt. Hát de a magyar népmesékben is van, amikor levágja a fejét. A sárkánynak ugye nem kellettől félteni gyermekeket,
ugyanis mindig van egy katartikus pont, és szépen megoldódik minden. Ez a feszültség és a feszültség oldása. Szó volt arról, hogy gyermekeink már 21. századiak és digitalizáltak. Mit taníthatnak nekik a magyar népmesék? Kell-e attól félnünk, hogy hiszen ha a szülők már nem ismerik ezeket a meséket, akkor nem is tudják a gyerekeiknek elmondani, elmesélni. Remélem, hogy nem, mert a szülők is az intézmény nevelés részesei voltak, és remélem, hogy hagytunk bennük mély nyomot, hogy legalább egy-egy magyar népmese elhangzik a családokban, hogy mit tanítanak a népmesék mindenkinek mást. Nagy kedvencem a mesepszichológia kortárs közvetítői, Boldizsár Ildikó és Kádár Anna Mária. Ildikó azt mondja, egy adott mese minden embernek mást közvetít. Azért, mert mesék élethelyzetek, amit már mondtam, és nem tudhatom, hogy benned, vagy a másik szemében ez a mese miként ragad meg. Magyarul a népmeséket válogatás nélkül lehet mesélni, és mindenki azt tanulja meg belőle, illetve úgy dolgozza fel, ahogy az ő lelki állapota engedi. De mondok egy óvodai példát. Ez mondjuk pont nem magyar népmese. A beszoktatás időszakában van egy ilyen mese, hogy az eltévedt kisveréb. És a kis csoportban meséltük a gyermekeknek, illetve vegyes csoporton volt, és a kicsiknek meséltük. És képzeljétek el, hogy ez a mese vége láthatatlanná vált. Ez a mese arról szól, hogy eltéved a kisveréb, eltéved az édesanyja mellől. És akkor fordul ide, fordul oda, hát sehol nem fogadják be, mert nem tud se kacsa nyelven beszélni, se bagoly nyelven beszélni, és végül hát teljesen szomorúan üldögél egy fatövében, és szembe jön vele a félhomályban egy másik madár, és összeszedi minden erejét, és mondja, hogy befogadsz, megetetsz, megmelengedsz a szárnyad alatt, és mondja, hogy persze, hogy befogadlak, hiszen én vagyok a te édesanyád. És akkor megöleli, és akkor boldogság van. Na, ezt a mesét nem tudtuk abba hagyni. Mindig ezt kérték a gyerekek, és akkor sokat beszélgettünk a kolléganőmmel erről, hogy vajon miért. Na most rájöttünk, abban az évben több volt a kis csoportosunk, és az anyától való elválás segítette, hogy ezt a mesét mindig kérték. És tudjátok, mikor lett vége ennek a meseláncnak, hogy többet nem kérték már? Anyák napján, amikor mondtuk, hogy most már milyen anyák napi műsort adjunk elő, ez a mese annyira élt a csoportban, hogy úgy döntöttük, hogy ezt fogjuk előadni, és a mese vége, amikor hiszen én vagyok a te édesanyád, akkor megkérjük a gyermekeket, hogy szaladjanak oda az anyukájukhoz, és a végét majd mi mondjuk, nem ők. És oda mentek édesanyához, megölelték, beleültek az ölükbe, és véget ért a mese. Eljátszották. Tehát ezt tanítja a mese. Hogy van a lelkében egy feszültség, inkább azt mondom, hogy segít bizonyos élethelyzeteket feldolgozni. Azért szép az élő mese, meg a magyar népmese, mert elképzeli. Ugye a képek, a filmek, ezek ezt nem adják, a belső képalkotása fontos a meséknél. Ő maga alkot képeket, ő maga képzeli el, és ezek a fogalmak is az ő kis képzelete alapján fogalmazódnak meg a fejébe, hogy mi lehet. A mese nem tanít erre, hogy most a passzúj az, bab fiam. A magyar népmeséknek viszont van egy jó ritmusa. Szerintem ez fontosabb. És ha már itt az édesanyákról volt szó, ez a kérdés engem mindig nagyon foglalkoztat. Mi a helyzet az édesapákkal? Mennyire fontos az, hogy a édesapák vagy a férfiak mesét olvassanak? Nagyon fontos. Most ha az intézményi nevelésre gondolok, az óvodában a férfi, ha bejön. Még motiváció sem kell, de ha bejön az apa vagy a nagypapa, akkor a mese transz, mielőtt még megszólalna, bekövetkezik. Fontos az apa is, hogy meséljen. Nagyon fontos. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a könyv ismerete, hogy azt ma már a gyerekeknek el kell magyarázni. Van-e valami olyan kapcsolat a könyvtár és az óvodák között, ami akár ebben is segíthetne? A pandémia előtt beszéltünk igazgató úrral, hogy hogy tudnánk ezt a kapcsolatot szélesebb spektrumon megvalósítani, és van egy pályázatunk, a Kincses Kultúróvoda. Itt például a könyvtár is partnerünk. Terveztük, hogy beosztjuk, hogy melyik óvoda, amikor jön a könyvtárba, jó kis tematikus napokat keresünk, vagy csak bejönnek a könyvtárba, és megtapasztalják azt, hogy milyen a könyvek birodalmában élni, hogy illik itt viselkedni, miként lehet könyvet kölcsönözni. Aztán 2020. március 16-án bekövetkezett, ahogy mindent bezártunk. Akkor abban maradt az együttműködésünk, de azt gondolom, hogy most itt az ideje, hogy újra élesszük. Aztán van még egy, elindult egy kezdeményezés az egyik tagovodámban,
ovikönyvtárat szeretnénk létrehozni csoportokban. Akár úgy is, ha óvodapedagógus eljön a könyvtárba, és ugye az együttműködés kapcsán azt mondja, hogy ezek és ezek a könyvek kellenek nekem, akár egy hónapig is ott lehet a csoportban, a polcon. Viszont szeretnénk a gyerekeket megtanítani, ha ovikönyvtár, akkor körülbelül azok a szabályok működnek, mint a könyvtárban. Persze nem, az olvasójegy az nem az lesz, hogy a neve, de mondjuk a jelét oda pecsételi, elviszi a saját csoportjába, és akkor az a felelősséget is megtanulja, hogy vigyázz rá, megnézegeti, és amikor ő már ezzel végzett, akkor visszaviszi a helyére. Tehát ilyen terveink vannak. Mi a kedvenc meséd? Nekem nagyon sok kedvenc mesém van. Nekem kettő nagyon kedvenc mesém van, amit most is el tudnék mondani. Az egyik a Büszke tölgyfa, a másik pedig a Világ szép kecskebéka, ami annyira vicces, hogy ez a kettő a kedvencem most, és Fésűsévát olvasgattam most, ott van a hálószobámban a polcomon. Köszönjük szépen Editnek, és akkor óvónők után jöjjenek a tanítónők, akik most nem feltétlenül tanítónői szerepben fognak velünk beszélgetni a mesékről. Tamásné Deme Boglárka és Töltös Hortenzia néptáncpedagógus. A Mesebőrönd társulat tagjai vagyunk, és azon túl, hogy interaktív előadásokat tartunk a gyerekeknek, családoknak, azon túl foglalkozásokat is vezetünk ettől a tanévtől itt a Halis István Városi Könyvtárban. Teljesen új csapat vagytok? Mert én korábban nem hallottam rólatok. Pontosan szeptemberben volt egy év, hogy alakultunk. Mi a célja ennek az egésznek? Valójában ugye a Bogéval a munka kapcsán az iskolában találkoztunk először. Összetalálkozott a gondolkodásmódunk és a munkamorálunk. Mint tanító közel áll hozzá ugye a mese és a mesepedagógia. Nekem is szívügyem az, hogy minden, ami magyar, minden, ami népi, minden, ami a gyökereinkhez vezet vissza, ez mindenféleképpen a legkisebb kortól, hogy legyen jelen a gyerekek életében. Akkor ez a kettő ötvöződik a Mesebőrönben. Jól értem? Így van. Igen, így van. Ugyanazt gondoltuk az olvasásról, a népmeséről, a élményszerű foglalkozásokról, hogy minél több élményt adjunk a gyerekeknek, és hogy hogyan lehet más szemmel is hozzányúlni a kicsikhez, hogyan lehet őket úgy fejleszteni, hogy közben neki ez egy öröm, egy élmény legyen, és ne érezze egy percig sem azt, hogy ez most tanulás, valójában töményen tanulunk, mert hogy egy csomó olyan információ kerül birtokukba, amit a hétköznapi iskolás életbe talán nem fér vele. Hogy kell elképzelnünk a gyakorlatban ezt, amiről most beszéltél? Tehát mi az a játékos forma, ami kapcsán a gyerek jól érzi magát, élményt kap, de mégis tanul. Külön óvodásoknak és külön iskolásoknak tartjuk már a foglalkozásokat, és terveinkben van, hogy kamaszokat is megszólítsunk ezekkel a foglalkozásokkal. Tulajdonképpen mi erre készülünk és fölfűzzük a mese aranyfonalára ezeket a foglalkozásokat, tehát mindig egy mondókázással, egy énekléssel kezdődik, csak tiszta forrásból merítünk. Az mit jelent? Elsősorban népdalokhoz nyúlunk, és népi játékokhoz, népi mondókákhoz nyúlunk, tehát olyan gyűjtésekből vesszük az anyagot, ami valóban tiszta forrás, és ehhez kapcsoljuk a mesét. Magyar népmeséket hozunk a gyerekeknek most elsősorban, bár szívesen tekintünk ki más népek meséi felé is, és a meséhez kapcsolódóan bábjátékot is alkalmazunk, tehát kesztyűbábokat, botbábokat hozunk be, amit magunk készítünk, illetve minden foglalkozás végén valamilyen kézműves alkotás is készül. Hazaviszik a saját készítésű tárgyat, visszaemlékeznek, tovább mesélik a mesét a saját családjukban. Szerintetek mit jelent a mai gyerekeknek a népmese? Én azt remélem, és azt gondolom, hogy megtalálhatják benne magukat. Nagyon sokszor mondjuk, hogy digitális világban élünk, de én azt gondolom, hogy a világ változott meg, és nem a gyerekek. A gyerekeknek igénye van arra, hogy mesét hallgassanak, és valamilyen példát lássanak maguk előtt, és ezeknek a mesehősöknek a példája sokszor támaszt nyújthat számukra, a saját életük problémáira is választ találhatnak, azáltal, hogy hallják, eljátsszák, átgondolják a mesének a folyamát. Közben egy gyerekkori élményem jutott eszembe, mi ugye tátott szájjal hallgattuk Halász Juditot, és nem kellett semmi, csak néztük, ahogy zenélnek, és hallgattuk a dalokat. A mai gyerekeknek elége ennyi, vagy pedig nekik mindenképpen kell valami képi eszköz, hogy a mesét élvezni tudják. Vagy elég az, hogy eljátsszuk,
és elmondjuk, vagy hallgatjuk. Szerintem semmilyen képi anyagra nincsen szüksége ahhoz, hogy a képzeletvilága beinduljon a gyereknek. Én a magam részéről, amit a Bogi a meséről mondott az előbb, azt tudom elmondani az éneklésről, a játékról, a szabadjátékról, mindazonáltal gyógyító ereje van. Én, hogyha elkezdek énekelni, nem azért, mert olyan jó hangom van feltétlenül, hanem azért, mert az, amit az ének ad, az egy gyógyító hatású. Így van ez, amikor mesét mondunk. És nincsen olyan, amihez nekem oda kell vinnem egy képet, vagy megmutatnom a könyvben, hogy ez így néz ki, mert az ők is képzeletettől indul be. Minden alkalomra hozunk be úgynevezett fantázia vagy képzeletjátékokat. Sokszor elég egy kendő, és akkor azt mondjuk, hogy ez a kendő már nem kendő, hanem vajon mi lehet, és bármi lehet, amit a gyermek belegondol abba a kendőbe. Ha jól értem, akkor nem feltétlen fontos az, hogy népmesét olvassunk a gyereknek. Tehát bármilyen mese fontos, csak hallja azt a gyerek? Szerintem igen, teljesen mindegy, hogy mit hallgat. A mi szívünkhöz természetesen pontosan a népmese azért áll közel, mert hogy tényleg a kultúrát tanítjuk mind a ketten. És ugye azt gondolom, hogy nekünk elsősorban a saját gyökereinket kell megismerni, és a saját kultúránkból létrejött dolgokat továbbvinni és továbbadni, de szerintem teljesen mindegy, hogy milyen történetet hall, hogyha ő azonosulni tud benne, akkor bizonyára kis feszültségeit, a konfliktusait le tudja rendezni könnyebben. Miért tartottátok fontosnak, hogy egy ilyet csináljatok? Igény volt rá, vagy pedig ti látjátok azt, hogy hiány van ebből, és hogy újra meg kéne tanítani a szülőket, a gyerekeket arra, hogy értékeljék a mesét a helyén? Tehát mi hozta létre ezt az egészet bennetek? Szerintem elsősorban az, hogy saját magunk életéből azt hoztuk, hogy én is, ha visszagondolok a gyerekkoromba, akkor nagyon sok mesét hallottam, nagyon sok mesét játszottam. Ha jön egy krízishelyzet az életben, vagy olyan dolog történik, amit nem tudok hova tenni, akkor biztos, hogy a családomhoz, vagy ezekhez az élményekhez valahogy visszajutok. És ezt szerettük volna továbbadni azoknak a gyerekeknek, családoknak, akikkel foglalkozunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy igenis igénylik. Magunk is megdöbbentünk azon, hogy mekkora igény van rá, tehát hogy nagyon hamar jó kis közösség szerveződött körénk, és keresnek, és jönnek. És igenis tanítani is kell a kultúrát, ahogy a Tenzi is mondta. Én ebben nagyon pozitívan gondolkodom, és azt látom, hogy jönnek, és van rá igény. Mindenféleképpen mind a kettő van is igény, meg szükség van rá. Annál is inkább, mert felnőtt egy olyan generáció, aki szerintem csak úgy lézeng, vagy csak úgy van az én olvasatomban, és már nem tudják, hogyan kell valójában mesét mondani, milyen érzés az, amikor a gyerek oda kucorodik anya ölébe, és akkor létrejön egy testi kontaktus azzal, hogy mondókát mondok, cirógatok, énekelek neki, mesélek neki, és ez olyan jó érzés. Ma kevésbé élik meg a gyerekek, hogy most a kialakult élethelyzetből, hogy mindenki rohan, fut, lót fut, nincs ideje rá, vagy ha már otthon van, már túl fáradt, már semmi kedve nincs hozzá. És szerintem ebben fontos szerepünk van nekünk, és mindannyiunknak talán felelősségünk, hogy meg kell tanítani a leendő szülőknek, a mostani szülőknek, hogyan kell a gyerek mellé odaülni, és hogyan kell valójában nem csak jelenlétben, hanem teljes lényel ott lenni mellette, és hogy hogyan jöjjön létre a szorosabb kapcsolat. És ehhez a legjobb út és a legjobb eszköz tényleg a játék, az ének, a mese. Jól értem, hogy lehet, hogy mi felnőttek felejtettük el, hogy a mesének milyen ereje is van? Felgyorsult világban kevesebb időt szakítunk sajnos erre. Tehát hajlamosak vagyunk ezt háttérbe szorítani, mert sokkal könnyebb szülőként bekapcsolni a tévét, addig nekem van egy kis lélegzetvételnyi időm. Az olvasóván nevelés alapja tulajdonképpen valahol itt kezdődik el, hogy én az ölembe veszem, és akár egy saját magam által kitalált történetet, egy én mesét mondok el, amiben beleszövöm az ő kis nevét, az életét. Mit gondoltok, hol van ebben az egészben a könyv szerepe? Én azt gondolom, hogy példa útján ragad ez a dolog, mert volt egy mesterem, aki azt mondta nekem egyszer, hogy ha példát mutatsz a gyerekednek, akkor már mindent megtettél érte, és szerintem itt kezdődik, és itt nagyon fontos, hogy lát engem, hogy előveszem a könyvet, látja azt, hogy apa olvas, látja azt, hogy a polcon ott a valós könyv, és nem az van, hogy akkor egy digitális eszközt nyomkodok. Ez nagyon fontos, hogy otthon mi van a könyves polcon. Mindenkitől megkérdeztem, hogy mi a kedvenc meséje. Lotilko szárnyai, az most nagyon közel áll hozzám. Milyen nemzetiségű mese? Tunguzi népmese. Szerintem a saját élethelyzetemtől is függ, hogy éppen most melyik mese az, ami hatással van rám. Nekem most a kislányom állt a mesé
mesélt mese zsong a fejemben. Ez pedig a Király Erzsóka. Ez egy bukovinai székhely népmese. A béka királyfi és az annak továbbfejlesztett változat, ami ugye a népnyelvén él, ez valójában egy énekes mese, ami ugye hagyomány Székelyföldön, illetve a székelység körében jellemzően, hogy dalokat fűznek a mesébe. Köszönjük szépen, és következzen a podcast végén a szokásos könyvajánlónk Buzsicsné Szabó Eszter gyerekkönyvtárostól. Ha a könyvtárba jönnek mesét kölcsönözni szülők, gyerekek, családok, akkor elsősorban a hagyományos népmesék felé nyúlnak, vagy pedig inkább keresik a már a kortárs meséket, vagy a klasszikus Grimm meséket például? Az a tapasztalatom, hogy az utóbbi időben elég eltolódott ez az irány a divatos mesék felé. Tehát a Disney mesék, a tündéres mesék, a tévében látott rajzfilmes mesék, Mancsőrjárat, Thomas Verda, stb. És a klasszikus népmesék azok egyre inkább háttérbe szorulnak. Vagy ha netán némely szülő mondjuk próbál is, szeretne népmesét kölcsönözni, akkor fontos, hogy rövid legyen, hamar el lehessen mesélni. Szeretik az állatos témákat, a királylányos témákat, tündéres, boszorkányos népmeséket, illetve még a Mátyás királyról szóló meséket. Ezek most divatosak, ha lehet így mondani. Amikor mondjuk papírszínházas mesét mesélünk, akkor viszont nagyon szívesen meghallgatják a népmesét. A papírszínházas mesét úgy kell elképzelni, hogy van egy fakeret, amiben körülbelül A3-as méretű papírlapokat teszünk, és ezeket változtatjuk, mert mindig kihozunk egy új papírlapot, és a hátulján lévő szöveget felolvassuk. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kézzel működtetett diafilm, vagy diavetítést, ahol minden mozdulatot mi hajtunk végre, mi vagyunk a mesélői. És ezt szeretik akkor a gyerekek? Nagyon szeretik a gyerekek. Táborozóknak, vagy a könyvtárba ellátogató osztályoknak gyakran mesélünk ilyen papírszínházas mesét. Népmesékről van szó, akkor hoztam egy könyvet, azért azt megmutatom, hogy viszont ez a verzió, na ez nagyon népszerű. Tehát most volt egy olyan kiadvány, amely a Magyar Népmesék sorozat teljes kiadását tartalmazza, olyan illusztrációkkal, mint amit a rajzfilmben lehetett látni, és ebbe 100 mesét sorakoztat fel. Vannak benne hosszabb, rövidebb mesék. Tehát ez a változat például népszerű. Mennyire fontos az, hogy egy magyar népmesékről szóló könyv jól illusztrált legyen, vagy elég csak maga a szöveg? Igen, fontos az illusztráció, mert a kisebb gyerekek úgy hallgatják a mesét, hogy közben nézik a rajzokat. Hát egyre kevesebb az olyan kisgyerek, aki csak hallgatja a mesét, hanem valamilyen szinten nézni is kell hozzá a rajzokat. Ezért népszerűek ezek a Disney-s könyvek, mert akkor mese is van és rajz is van együtt. Illusztráció nélküli mese az inkább a nagyobb gyerekeknél. Már elhangzott ez a 100 magyar népmese. Igen. Ami még népszerű a magyar népmesékben, van egy ilyen Mesélj nekem című sorozat, amely egy tematikus sorozat igazából, és különféle témákra bontja a népmeséket. Tehát vannak állatokról szólók, kicsikről, óriásokról szólók, szeretetről, jóságról szólók, furfangos emberekről szólók. Ez a sorozat, ez még népszerű. Aztán, amit hoztam, Magyar Népmesék a címe, nagyon fantáziadús, a Népek meséi sorozatból a magyar népmesék. Ez azért jó, mert hogy iszonylag rövid mesék is vannak benne. Az utolsó könyvben pedig Boldizsár Ildikó szerkesztésében az Esti tündérmesék, ennek van több része is, amiben kimondottan tündérekről szóló mesék vannak, nyilván főleg lányoknak, hosszabb, rövidebb mesék. Köszönjük szépen Eszternek az ajánlót. És ha már mindenkitől megkérdeztük, nekem muszáj elmondanom, mi volt a kedvenc mesém, de először mondd el te, Dani. Én kezdjem. Nekem a malac és a farkasok volt az egyik kedvenc mesém. Én mindig annyira drukkoltam szegény malacnak, hogy jaj, ne engedje be a farkas, mert én tudom jól, hogy meg akar enni, de hála Isten ennél sokkal okosabb volt, egy nagyon jó kis emlék számomra. Nekem van egy gyerekkorom kedvenc meséje, az a Sűn Balázs, és mivel még mindig mesélek a gyerekeknek, most van egy nagyon kedvencem, az egy állatos magyar népmese, a Farkas Barkas. Ha jót akarnak nevetni, azt el kell olvasni. Hát ennyi volt a mese mára. Köszönjük a figyelmüket, ez volt a Halis Podcast. Befejezhetnénk úgy is, hogy itt a vége, fuss el véle. Búcsúzik Varga Tünde. És Benke Dániel. Viszont hallásra. Viszont hallásra.